Több mint 100 munkahelyet létesített a svájci családi tulajdonban lévő faipari vállalkozás a 30 milliárd forintért felépített új vásárosnaményi gyárában. A termelőegység évente 300 ezer köbméternyi OSB lapot fog gyártani. Ezzel a cégcsoport össztermelési mennyisége az eddigi körülbelül 1,5 millió köbméterről egyötödével bővül. Az egykori faforgáslapgyár területén megvalósított fejlesztéshez több milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást kapott a társaság. Kiemelt beruházása volt a városnak a Swiss Krono új gyárának a megépítése. A város ebben úgy vett részt, hogy figyeltük a munkát, ott voltunk, amikor meghívottként járhattuk be az üzemet, illetve ott voltunk akkor, amikor segítségre volt szükség. Én kiemelném a megyei kormányhivatalnak a segítségét is, hiszen egy kiemelt beruházást nagyon korrekt módon kezeltek. Ennek tükrében ebben az elmúlt hónapban, novemberben került átadásra a gyár. 120 főt foglalkoztat egy 30 milliárdos beruházással, egy 40 éves múltra visszatekintő gyár, amely megújult és egy modern technikával USB lapokat gyárt. Az önkormányzat kormányzati támogatással minimális önerőből egy belterületi utcát is felújított. A város költségvetésével kapcsolatban Filip Sándor elmondta, a büdzsét idén egy 80 millió forintos pénzvisszafizetés terhelte. A kieső összeget jövőre remélhetőleg az iparűzési adóbevétel kompenzálja. Hozzátette, emellett a város számos pályázatot nyújtott be idén, 2017-ben például kerékpárút építés is kezdődhet. Kisvarsány és Vásárosnemény összekötésre kerül egy kerékpárúttal. Ez a munkába járás kapcsán nagyon fontos lenne. Másrészt pedig a turizmus és a kerékpár az elválaszthatatlan egymástól, és ez a térség gyakorlatilag ezen a kis szakasszal most már bekapcsolódhatna a teljes kerékpárút hálózatba a városnak. Vásárosnemény ezentúl pályázatot nyújtott be az úgynevezett zöldváros programra és az ötfös kúria felújítására. Nyertes pályázat esetén jövőre elkezdődhet a leromlott városi területek rehabilitációját célzó projekt is.